Pedagógus nap alkalmából Budafok-Tétény önkormányzata idén is a Klauzárházban köszöntötte a tanárokat, tanítókat. Mark Twain azt mondta, a két legfontosabb nap az életedben, amikor megszületsz, és az, amikor megtudod, miért. Az, hogy önök most itt ülnek, az azt is jelenti, hogy valószínűleg túl vannak ez utóbbi napon, és döntöttek róla, hogy a gyermekek oktatásának, nevelésének, útjuk egyengetésének szentelik az életüket. Most nem is lehet más célunk, és azt gondolom, ez nem csak az önkormányzatunkra igaz, mint hogy a gyerekek, a diákok egészségben, boldogságban, minden fontos tudást megszerezve, motiváltan, kíváncsiságukat megőrizve, a világba vetett hittel léphessenek át a felnőtt korba. Úgy hiszem, hogy a felnőttekkel, a tanárokkal való kapcsolat az, ami igazán számít abban, mennyire lesz kíváncsi, nyitott és érdeklődő egy diák, és ez végül egész életében fontos útvaló lesz számára. Éppen ezért fontos, hogy ezen a napon köszönetet mondjunk önöknek, mindenkinek, nyugdíjas és aktív kollégáknak egyaránt az egész éves, illetve az egész életen át végzett munkájukért, ami egy nehéz, felelősségteljes munka. Kívánom, hogy a hamarosan kezdődő nyári szünet során legyen alkalmuk kipihenni az elmúlt időszaknak a fáradalmait, és hogy szeptemberben újult erővel tudják folytatni a munkájukat. A rendezvényen Karsai Ferenc polgármester nem tudott részt venni, de videóüzenetben ő is köszöntötte a pedagógusokat. Nagyon sajnálom, hogy a szokásoktól eltérően személyesen nem lehetek most jelen, és köszönthetem önöket pedagógus nap alkalmából. Legtöbben tudják rólam, hogy magam is pedagógus vagyok. 1985-ben kezdtem tanítani Budafok-Tétényben, és azóta is gyakorlom közös hivatásunkat. Jól ismerem tehát a helyzetet a kerületben, és szeretném megköszönni az óvodapedagógusoknak, az általános középiskolában tanítóknak azt a munkát, amit gyerekeinkért végeznek, amivel kerületünket jobbá, szebbé, élhetőbbé teszik. Isten éltesse önöket, fogadják szeretettel műsorunkat. A köszöntések után a műsor első részében a Hugonnai Vilma általános iskola egyik végzős diákja, Kimenes Őrs szavalta el két saját versét. Egy pillanatra meg kell, hogy álljunk. A föld csak forog, és mi többre vágyunk. Mit ér a többért való kutatásunk? Én nem találtam, csak kerestem. Ez lettem. Akik szeretnek, úgysem felednek engem. Ha rossz útra tévedek, megállítanak, a szakadék mélyén nem találnak. A műsor második felében a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola néptánc csoportja lépett színpadra. A rendezvény végén minden pedagógus egy-egy szálvirágot kapott ajándékba.